Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig az Automation Empire folytatása. Lássuk, hova jutunk ki. Hagyom egy kicsit a különféle elemeket, hogy hadd haladjanak, hadd ürüljenek ki a járművek. Még ennek örülnék, hogy itt az utolsót behoznák. És utána akkor el lehetne kergetni az összeset. Azáltal marad egy kis extra zseton. A terv az, hogy több bejáratot hozunk, és azon keresztül több kijárathoz vezető eszközt és lehetőséget. Mivel ezt úgyis megkívánom hagyni. Igazából ezen nincs is mit cifrázni. Hát a többi az lassan elfogy, és talán lesz elég helyünk ahhoz, hogy ide is egy kis kiszolgálót be cuppancsunk. Remek! Meglepő módon itt nem jön be egy új, vagy új, vagy újabb, de lehet, hogy azért, mert nincs meg a teljes hálózat, és addig nem kockáztatja meg az ügyet a játék. Na mindegy is, hogy miért alapvetően. Oké, mondd, hogy ide be tudunk rakni még egyet. Igen. És akkor az elsőket elkezdhetjük. Behúzni. Ide azt hiszem befér még egy, pontosan. Jó, és akkor egy sima kijárat, semmi extra. Hát, ippek, hogy nem fér be még egy. De hát ez van. És akkor egy harmadik még itt behúzható. Harmadik bejárat. Oké, a kijárat. Ott egy sasszé akár befér.
Hát nem. Úgy nem, hogy még egy töltőbe férjen. Ippek, hogy nem. Ha az egészet egyel arrébb húzom, akkor befér. Mert pedig húzhatom az egészet egyel arrébb. Ha jól számolom. Oké. Mindegy, így se úgy se fér ki oda kettő. De azért így valamennyit javul a helyzet. És hát ide kifér. Sőt, akkor azt arra az oldalra is rakhatom. Kis szerencsével ide kettő kifér. Oké. Ezt az egészet felszámoljuk. És akkor ennek a haszna nem bejárat, hanem kijárat kell. Hát, hogy hasznos-e, azt még nem tudom, mert ide viszont nem fog kiférni egy... Tehát így meg itt buktunk el. Pont egy távon. Na mindegy. Jó. Lássuk, hogy ez segít-e te a tömegbe. Igazából az a kérdés. Mert a többiben jók vagyunk. Hát az biztos, hogy több jármű halad. Sokkal-sokkal több jármű. Közben behúzhatunk ugye egy kutatást, vagy kettőt. Az elég még egy 100 000-re. Milyen upgrade fér bele? Mondjuk egy... droid. 100 000-ért, gyorsabb droid. Ide, hát lehetne egy 50 000-ért, de annak nem sok haszna van még. És akkor lássuk, ahogy pörög. Nem rossz, nem rossz. Azt hiszem, sokkal jobb a helyzetünk. 22, 23, 20, és ebből is kevesebb doboz van, ami segít. Összességében sokkal kevesebb álló helyzet, álló elem. Oké. Nem bejárat. Ennél több nem fér ki, de az ezért kifér. Nem ideális, de van. Remek. Azt hiszem.
Itt hogy tudunk végig menni? Úgyhogy az használható legyen. Oda tudunk kirakni egy töltőt? Nem. De oda igen. Nem feltétlenül szép, de a minimális feltételnek megfelelünk. Oké. Ezt azt hiszem meglepően jól állunk eddig. Mi kell ide nekem? Szippantó. Doboz. Hogy áll ott a többinél? Töltő és utána egy dobozoló. Semmi extra. Kicsit forogjunk. Merre a dobozoló? Jó. Remek. Ez kettőt ugorjon. Ez egyet ugorjon. Remek. És kell egy áram. Amit persze össze is köthetünk majd. Picit hálózatosabb a helyzet. Nem azt mondom, hogy hibátlan, de működik. Csak egy kis extra tömeg, extra anyag. 3500 kilónál járunk. Hogy állunk? Ehhez kell, ez már megvagyunk, ehhez kell még a picit több, és akkor kell 350 000 kutatópont, pötty. Hát attól egy picit most messze vagyunk. Minden jót állás mellett. De a bevételeink egész szépek, és a tömeg az határozottan növekvőbe van. Úgyhogy innen valószínűleg megleszünk a 400 000-re. És onnan már akkor csak a kutatási pöttyöket várjuk. Mennyi?
Na még sok. Az a 300 ezer az sok, ez 2x30 ezret hoz. Tehát 60 ezer az, az 5 csomag. Az azért elég sok. Jó, hát egy adagot ugye itt bedobáltunk a, az upgrade-ekbe. Ez mindenképpen hasznos, a drón az nem tudom, azt. Abba igazából azt érzem, hogy egy idő után el fog veszni így is, úgy is. Ja, ha rakunk ablakot, akkor gyorsabb és könnyebb és szebb. Oké. No, hát most alapvetően várjuk a teljesítményt. Ugye a 3 hónapos átlaghoz most egész jó, jól állunk, most már nagyjából megvan a 4000, ami kéne. Oké. És akkor itt egy kicsit megnöveltük a kutatási kapacitást. Vagy azt a részét se felejtsük el. Na hát, elvileg simán meg vagyunk. Elvileg. Anyagilag egyértelműen javult a gazdaságunk. Nem hibátlan, marha nagy továbbra is a adósságunk, vagy mi az a adózásunk. Meg az energiaköltségünk se kevés. Elképesztően nem kevés. Hát meglátjuk, hogy beférünk-e. A 4000 az úgy látom meg lesz, 4000 kiló. Igazából ez sincs túl messze. Valószínűleg a Clotrain-nel meg leszünk simán rá. Aztán utána lehet küzdeni a következő menetre. És majd kell valahol keresnünk ugye aranyat. Nem tudom hol. Mert ez további ilyen-olyan amolyan. Még miután a bejáratot muszáj... Ó, itt az arany. A bejáratot muszáj vagyok ugyanoda kirakni. Így is, úgy is. Előrébb lennék arannyal. Gold, goldor, stb. Acél, acélüzemanyag, kapacitor. Hát ez mind-mind ugyanott van tömegre. Vagy hát nem segít alapvetően. Nem is az, hogy ugyanott van, de meg vagyunk bőven a 4000-re. Sőt, 4500 valószínűleg meg lesz. Vagy talán még több. Ó, simán lehet hidat képezni, akkor innen lehet majd aranyat hozni. Az valahova hasznos lesz. Meg majd ide a kutató részlegbe is, mert azt hiszem valamelyikhez meg
aranyat kell nekem majd kifestegetni. Arany meg acél. Gold fuel, akármi is az. Acél, gold, aranyüzemanyag, kapacitor, etanol. Simán arany. De mondjuk 11 ezer az nagyon messze van. Olaj, gabona. Hát az még nagyon messze van. Jó, de mondjuk arany az azért kéne. Egy adag. Jó. Kicsit arrébb rakjuk. Ennyi kell nekem. Kell egy szippantó. Doboz. Valószínűleg lehetne még egy jel arrébb, de nem az a cél, hogy 100%-ban hibátlan legyen, hanem hogy eléggé működjön. Oké. És látszólag semmit nem csináltam, és kétségtelen, hogy nem sokat csináltam. De a lényeg, hogy most van elég helyünk mellettünk, hogy aranyat elkezdhessünk itt létrehozni. Oké. Amíg a kutatás halad, addig ezzel foglalkozunk. Mondjuk igazából van elég tároló. Úgyhogy 6-6 csurogjon. Annyira nem kell sietni vele. Jó. Kiöntő. Azt hiszem ez így simán jó lesz. Ennyi, csak úgy. Csak úgy. Jó. Nem, felszippantó kell nekem.
sőt, picit több is, mert felteszem, elég sokáig fog tartani, amíg ez az útvonal lejön. Oké. Kettő. Egy. És ez is szépen mehet. És akkor itt elkezdtünk aranyat előállítani és eladni. 13 másodperc, úgyhogy rengeteg töbletünk van. No. Klak. És majdnem megvan, de nem. Egy 50 ezerrel körülbelül kevesebb, mint kéne. Na mindegy, most már gyártunk aranyat is. 5000 kiló. Jó. Most már csak azt kéne átnézni, hogy hogy hozom el én ide a aranyércet. Igazából ahhoz egy ilyen járatot kell majd létrehozni. Itt egy ilyen mini hálózatba, és az egyik majd oda megy. Azt hiszem az ennyi lesz. De az egyelőre azt hiszem legközelebbre marad. Rendeztük a hálózatunkat, kiépítettük az első aranyat, és akkor ha egyszer ennyire egyszerű a hidakat megépíteni, akkor azért az sokat segít. Az is arany oda állt? Jaja. Aranyat messziről fogjuk hozni. Meg gondolom akkor a többi szigeten is alapvetően arany meg ilyesmi van. Vagy nem, itt vas, meg szén, ha jól látom. Sőt, ez lehet, hogy olaj lesz. Az a fekete folt. Majdnem biztos vagyok benne, hogy az olaj. Jó. De ez már legközelebb, mára ennyi.